A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! A néphagyomány úgy tartja, hogy amilyen az időjárás a mai napon, azaz Franciska napján, olyan lesz egész márciusban. No, hamarosan ez is kiderül, részletes időjárási előjelzéssel híradónk végén jelentkezünk. Most lássuk híreinket! Ma ülésezett Pécsváros önkormányzatának képviselőtestülete. A városatyák 20 napirendi pontot tárgyaltak meg, munkájukról a Bálint Orsolya készített összefoglalót. Nemrég ért véget a város képviselőtestületének mai ülése. A közgyűlés ünnepélyes pillanatokkal kezdődött. A város alpolgármesterei a képviselőhölgyeket egy-egy szál virággal köszöntötték a nőnap alkalmából. Napirend előtti felszólalásokban több mint egy órás vita alakult ki a Mecseki Kultúrpark helyzetéről. Kunsz Márta, a kulturális bizottság elnöke elmondta, a városvezetés célja az állatkert átalakítása, a legsürgetőbb lépés pedig a nagypatás állatok számának a csökkentése, hiszen a tetjei vízbázis szennyezése ezen fajoktól ered. A vadaspark helyszíne várhatóan a már 1998-ban kijelölt kökényi terület lesz. A közel 3 órás napirend előtti felszólalásokban szó esett az Egyesített Egészségügyi Intézmények helyzetéről, a magasház és környezetének állapotáról is. Elfogadták az adatvédelem adatszolgáltatás szabályozásáról szóló rendeletet, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális rendelet módosítását. Az országos területrendezési terv véleményezése kapcsán Hódosi Vera, a bizottság elnöke elmondta, hogy a tervezet feladata a közlekedési kapcsolatok kialakítását és a természeti értékek megóvását tűzi ki céljául. Pozitív elemként jelent meg, hogy a Pécs-Pogányi reptér állami támogatást élvez, a cél egy nemzetközi kereskedelmi regionális reptér kialakítása. A testület elfogadta a vízrendezési munkák közmunka programjának idei évi támogatását, valamint a környezetvédelmi és a segítő készfogás című szociális ellátás segítő közmunka program pályázatát. Ennek elnyerése esetében minimum 160 főnek biztosíthatnak majd állás lehetőséget. A város közgyűlésének napirendi pontjai között szerepelt az elmúlt esztendő ellenőrzési tevékenységének beszámolója, valamint a 2000. évi ütemterv jóváhagyása. Az ellenőrzések célja, hogy megelőzzék a pénzügyi problémákat, illetve felhívják a figyelmet a belső hiányosságokra. A felügyeleti ellenőrzés az intézményi pénzügyi gazdálkodási tevékenységet fogja át. Nagyon jó munkát végeznek partnerek abban, hogy az intézmények gazdálkodását nagyító alatt tartjuk. 1998-ban sajnos a testületnek 10 fegyelmit kellett úgymond kiosztania, szerencsére 99-ben már kevesebbet, egy ilyen alkalommal kellett élni, bár ez nem jelenti azt, hogy a gazdálkodás alapvetően változott volna, viszont azt látjuk, hogy az önkormányzati hivatal által előírt tanfolyamok, illetve továbbképzések már hatással vannak a gazdálkodásra. Melyek azok az intézmények, ahol nagy hiányosságok, mulasztások tapasztalhatóak? Konkrétan a tűzoltóság. Elmúlt 3 évben folyamatosan többet költött, mint amennyi a költségvetési előirányzata volt. Az állatkert egy borzasztó hálás téma, szintén nagyon-nagyon sok elmarasztaló tény tárt fel az ellenőrzés. Sajnálatos módon még a szankciók nem igen állnak egyensúlyba az elkövetett szabálytalanságokkal. Az ellenőrzés által tett megállapításokat és javaslatokat az intézmények elfogadták. Súlyosabb jogszabálysértés esetén, mint például a Mecseki Kultúrparknál, munkajogi eljárás, illetve felelősségre vonás történt. Rendkívüli ülést tartott ma a közgyűlés egészségpolitikai és szociális bizottsága. Az ülés egyetlen napirendi pontja a közmunkaprogram megvalósításának 2000. évi támogatása volt. A bizottság tagjai jóváhagyták azt a tervezetet, amely szerint az önkormányzata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési KHT-val közösen pályázatot nyújt be 20 fő foglalkoztatására. Amennyiben a közgyűlés is elfogadja a tervezetet, 10 segédmunkás és 10 közép, illetve felsőfokú végzettségű szociális munkás foglalkoztatására kerülhet sor a közeljövőben. A Pécs Vasas, Pécs Somogy, valamint Pécs Hirt településrészi önkormányzatok tartották együttesülésüket a Pécs Vasasi bányászotthonban. A téma a használt akkumulátorokat feldolgozó gyár létesítése volt. A rendezvényre meghívták az érintett bizottságok képviselőit, valamint a város más településrészi önkormányzatainak vezetőit is. A résztvevők úgy vélték, hogy a gyár szennyező hatásai leginkább Pécs keleti városrészének lakóit érintenék hátrányosan. A mai napig működő kőszíni fejtés miatt Pécsvasas a környezetvédelmi szempontból veszélyeztetett települések közé tartozik. Az itt lakók 1998-ban értesültek arról, hogy Komló önkormányzata és a használt akkumulátor feldolgozó vállalat Bétaaknán egy telephelyet szeretne létesíteni.
A nemrégiben elkészített részletes környezettanulmány sem Pécset, sem pedig Vasast nem tartja érintettnek a kérdésben. A lakók azonban nem értenek ezzel egyet. Ez a településtől északi irányban helyezkedik el. Állandó északi, északnyugati, északkeleti havária szél megy a mi lakosság, lakótelepünk felé, ami érinti Vasas, Somogyot, Hirdet, a tőle délre elterülő Bogádot, Romanyát, sőt, hát a várost is, vagy Martonfát és a környéket. Megfontolandó az a tény, hogy 142 munkahely teremtése megengedi esetleg azt a rizikót, hogy a környéken egy ilyen hulladékakkumulátor feldolgozó üzem létesüljön, mely a környezetét meglehetősen szennyezi. Legfelháborítóbbnak pedig azt tartjuk, hogy egy tolvonással, egy körrel kizártak bennünket abból, hogy egyáltalán még csak érintettek sem vagyunk, pedig ha jobban megnézzük, akkor a vizek is erre folynak, a szél is erre foly, tehát sokkal jobban érintett bennünket, mint Komlónak bármelyik lakott területét. A lakosság bevonásával együttesülést tartott a város összes részönkormányzata, ahol egységes állásfoglalást alakítottak ki az akkumulátorgyár telepítése ellen. Az ülésre meghívást kaptak a város önkormányzatának érintett bizottsági elnökei is. Pontosan ezt a lakóövezetet, ezt a térséget, amely Pécs közigazgatási területéhez tartozó Vasas, ezt a környezetvédelmi tanulmányba, a részletes környezetvédelmi tanulmányba meg se említették, tehát úgy tekintik, mintha nem is szerepelne. Ezért biztos vagyok benne, hogy a mai állásfoglalást követően a bizottságok egy újabb részletes vizsgálati anyagot fognak kérni az üggyel kapcsolatban. A Pécsi Akadémiai Bizottság elmúlt éves tevékenységét értékelték a Tudományos Testület közgyűlésén. A program keretében kihirdették a pályázatok eredményeit és különböző pályadíjakat is átadtak. Tigyi József, a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke éves értékelésében elmondta, hogy az 1999-es év különösen tevékenyen telt. 150 tudományos ülést rendezett a bizottság, amelyek nem ritkán 3-4 napig tartottak, így alig volt olyan reggel, amely üres MTA székházra virrat volna. A tudományos pályamunkákat, amelyet fiatal kutatóknak írtunk ki, 40 év alattiaknak, azokat nagyon komoly bírálat után kiosztottuk, és összesen 11 pályamunka érkezett be, de csak 9-et találtunk jutalmazásra és alkalmasnak. A tavaly megkezdett munkát folytatva a bizottság tagjai ebben az évben is keresik a szomszédos országok, úgy mint Horvátország, Szlovénia és Dél-Ausztria magyar nyelvű kutatóit, s felvéve velük a kapcsolatot, együtt gondolkodást kezdeményeznek. A 2000-es év új akadémiai ciklusának programja a nemzetközi kapcsolatok élénkítése, az egyetemi integráció, valamint a környezet és egészség problémák köré szerveződik. Másfél évvel ezelőtt a Dél-Dunántúli régió a FAR kísérleti programon belül egy regionális pályaválasztási kiadvány és feladat kidolgozására kapott lehetőséget. A pályázaton a Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képzőközpont nyerte el a program bonyolításának jogát, merről ezúttal Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye képviselői tárgyaltak. A program megvalósítását a 4 megye pályaválasztási munkaügyi önkormányzati szakembereiből álló testület kezdte meg. A munka során a jelenlegi helyzet elemzéséből adódóan felvázolták a legfontosabb feladatokat. Ezeket a problémákat és a kiútra való javaslatokat összefoglaló anyagot adtuk át dr. Zakar Andrásnak, aki koncepció írására kértünk fel. Ezt követi majd egy olyan kiadvány megjelenése, amely egyrészt tartalmazza azt a koncepciót, amit mi a 4 megyében végrehajthatóan és régiós erőből végrehajthatóan a pályaválasztás területén tenni gondolunk. A pályaválasztás regionális modelljének kidolgozását követően a megyék képviselői is megvitatták a koncepciót. Nagyon sok hozzászólás, kérdés, javaslat hangzott el, ami azt jelenti, hogy élő eleven problémáról van szó. Ugyanakkor a mai fiatalság, a fiatal felnőttek, felnőtt emberek számára a pályaválasztás és a pályaváltás kérdése sokkal-sokkal fontosabb lett, mint bármikor korábban. Valójában ez a koncepció átfogja a pályafejlődés teljes rendszerét és a tanácsadási intézményhálózat operacionalizált régióra kialakított modelljét vázolja föl. Az életpálya kiválasztásánál döntő kérdések, hogy mit akar a fiatal, mire képes és hogy mire van szükség. Bármelyik kérdéskör sérül vagy nem teljesedhet ki, akkor már nincs jó pályaválasztás.
Lakossági bejelentés alapján találtak rá a városban arra az illegális hulladék lerakóra, ahová éjszakánként eddig majdnem 12 tonna gumit és egyéb szemetet hordtak. Még a télen érkezett először bejelentés a Biocom Kft.-hez, hogy Nagy Árpád kiskertes övezetében éjszakáról éjszakára gyűlik a szemét. Valaki vagy valakik eddig körülbelül 12 tonnányi autógumit és egyéb nem háztartásban keletkezett hulladékot hordtak az általában csak kiskert tulajdonosok által látogatott területre. Az itteni kiskert tulajdonos szólt be a Biocom Kft.-hez, hogy tudnánk-e segíteni ezen a helyzeten, vagy megnéznénk-e, hogy itt tényleg mi van és milyen állapotok uralkodnak. És azt is mondta, hogy ő már régóta figyel ezt a tendenciát, és hogy egyre többen hordanak ide nagy tömegben gumihulladékot. Tehát nem egy-két szorványos esetről van, hanem éjszakánként nagy tömegbe érkezik ide gumihulladék. Mostanra tetemes mennyiség gyűlt össze, ami sajnos nem egyedülálló a városban. A Biocom Kft. Két 32 köbméteres konténert töltött meg, szállított el, ezáltal megtisztítva a területet. Ám biztosíték nincs rá, hogy akár csak néhány napig is nem keletkezik itt vagy máshol újabb illegális hulladék lerakó. Mi nem vagyunk szakhatóság, tehát ilyen esetben, és erre kérek mindenkit, a közterületfelügyeletnek szóljon, akik ki tudják vizsgálni ezt az esetet, illetve megfigyelni tudják a környéket. Mi azt tudjuk tenni, hogy segítünk ennek az illegális hulladéklerakónak a felszámolásában úgy, hogy ezt összegyűjtjük, egy konténerbe rakjuk, és a gumilertéhez visszük újrahasznosításra, tehát tovább nem fogja szennyezni a környezetet. Híradónk végén figyelmükbe ajánlom rövidesen kezdődő Mérleg című gazdasági műsorunkat, melyben beszámolunk a városunkban rendezett horvát-magyar üzletember találkozóról. A kulturális híradóban a Pécsi Campus című lap további sorsáról hallhatnak bővebbet, sportműsorunkban pedig a PMFC utolsó két mérkőzésének elemző értékelésére kerül sor. A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látták. Műsorunkat rövidesen lapelőzetessel, majd időjárás jelentéssel folytatjuk. Maradjanak velünk! A pinteki dunántúli naplóban. Bús magyar kutyasors. Csak a megyeszékhelyen havonta átlagosan mintegy 50 kutya tűnik el, legalábbis ennyi bejelentés érkezik az állatvédő egyesületekhez. Az állatok csak ritkán kerülnek vissza a tulajdonosukhoz, a nyomtalanul eltűntek sorsát csak sejteni lehet. A dunántúli napló utána járt annak, hogy mi történt az elveszett állatokkal. Tavaszi pollenek, fák, virágok. A komolyabb fagy végeztével idén tavasszal is elkezdődött a pollenek és a virágpor allergiában szenvedők szezonja. Az arra érzékenyeknek idén is először a fák virágporainak támadásával kell megbirkózniuk. Részleteket a pénteki Dunántúli naplóban olvashatnak. Kárpát-medencébe hideg, nedves léghullámok érkeznek. Az éjszaka folyamán borult lesz az égbolt ismétlődő esővel, záporokkal. Az északnyugati szél erős marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet plusz 3 és plusz 6 fok között alakul. Holnap eleinte borult égboltra számíthatunk kisebb csapadékkal. Később északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több-kevesebb napsütés is lesz. Élénk időnként erős marad az északnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 6 és plusz 9 fok között alakul.